Szekszárdi családi pincészetüknél fogadott minket Takács Attila, aki elmondta, június közepe óta nem hullott jelentősebb csapadék, így erőteljes vízhiánnyal kellett megküzdeniük. Hogyha végignéztek a szőlőkön, akkor itt már az aszály tünete látszik, tehát gyakorlatilag elkezdtek már elszáradni a levelek. Érdekes módon van olyan fajta, ami nehezebben reagált, tehát ez főleg onnan lehet észrevenni, hogy a lékinyerés az rosszabb, mint általában szokott, és az erjedésnél is inkább ilyen fenolos erjedés felé tolódnak el a folyamatok, ami azért nem könnyíti meg a borászoknak az életét. Az évjárat jónak tűnik, hiszen az aszály egyik, talán egyetlen előnye, hogy nem volt beteg a szőlő. Viszonylag egészséges fürtök voltak. Azért azt kell mondani, hogy vigyázni kell, lett a cukorfokra, nagyon erősen cukrosak voltak a szőlők, nagyon sok helyen a sav az erőteljesen beesett, tehát ebből a dologból még én szerintem bármi lehet. Azért van egy jó alap, de azért ezek után majd, mikor készek lesznek a borok, azt majd elmondhatjuk. Még most előre nem tudom ezt így megmondani, de a másik dolog, hogy hogyan tudjuk megelőzni, hát igazán sehogy. Tehát esőt csinálni nem tudunk. Itt, hogyha ugyanilyen marad az idő, akkor bizony teljesen megváltozik ez a szőlő és a borágazat. Vannak olyan fajták, amik a tartós meleg miatt teljesen megadták magukat. Így fogalmazott Takács Attila. Egyik ilyen például a Zweigelt. Most ez a hidegtűrő fajta, ez ezt a 40 fokos meleget nagyon nem bírta, és gyakorlatilag a fürtök összefonnyadtak. Innentől kezdve nem hiszem, hogyha ilyen marad az idő, hogy például a Zweigelt fajtával húzamosabb ideig találkozni fogunk. Viszont ennek ellentétében a Syrah pedig egy gyönyörűen beérett szőlőt adott az idén, neki nagyon jól jött ez a meleg, tehát ez azt jelenti, hogy lesznek fajták, amelyeket lassan elfelejthetünk, de ehelyett lesznek olyan melegtűrő fajták, aminek viszont a termesztése itt rentábilissá válik. A szüret egy hónappal előbb érkezett, így idén hamarabb tudnak évet értékelni a borászok, és felkészülnek rá, hogy valószínűleg a jövőben is ilyen időjárási körülményekkel kell majd számolniuk.